A Magyar Diák Sport Napját évtizedek óta megrendezik a Jókai Mór Gimnáziumban. Idén először lehetőséget kaptak, hogy az aktív iskola programban is részt vegyenek. Így a kettőt összevonva egy nagy volumenű programot szerveztek az intézmény mintegy 430 diákjának, akik többféle helyszín és program közül is választhattak. Biciklisek elindultak, egy ilyen történelmi biciklitúrán vannak, körülbelül olyan 40 gyerkőcöt kísérik három kollégám. A spártátlon futóverseny is éppen most van, úgyhogy egyik kollégám oda kísérte ki őket, úgyhogy néhányan ott futnak. Most, amit itt látunk, az osztályok közötti vetélkedőnek egy-két állomása, 14 állomáson keresztül különböző feladatokat kell végrehajtaniuk, és a végén majd értékeljük ezeket, hogy ki hogyan teljesített, de tényleg nem az eredményről szól ez most. Elsődlegesen Valent Maja elfogadta azt a felkérést, hogy ő pedig ilyen relaxációs tornát, illetve jogát tart a tornateremben, és emellett még iskola udvari, illetve ligeti keresgélő zajlik még. Egy menetlevéllel mennek, és ilyen feladatok vannak, például itt a mögöttem lévő szobornál mit rejtettünk el az egyik szobor ölében, menj tovább a gimnázium bejárata felé, ott a régi főbejáratnál egy lakat vigyázz, hogy ott ne jöjjön be semmi, mi van a lakatra ráírva, menj tovább a kaputelefonhoz, ha elromlik a kaputelefon az iskola vezetősnek, kit kell felhívni, tehát így különböző pontokon kell végighaladni, egy kicsit lendületesen, de szövegértés, illetve mozgás a lényeg. A programok lebonyolításában a diák önkormányzat és az iskola tanárai segítettek. Ez a néhány óra arról szólt, hogy a diákok a tanításon kívül is együtt legyenek, és aktívan, vidáman töltsék el az időt.